Köszönöm Önöket a Duális Percek 6. adásában. Mai témánk a tanulófoglalkoztatáshoz kapcsolódó minőségirányítási rendszerek, ISO minősítés, ISO tanúsítvány. Vendégeimet szeretettel mutatom be a Festo AM Kft. Képviseletében dr. Gulabi Gyula, szakképzési igazgató, és kollégámat, Herendi Lászlót, duális képzési tanácsadó. Hát mielőtt felvezetnénk és belemennénk, itt úgy hozta a sors, hogy igazgató úr Gyula hozott mindenféle díjakat, és ugye nem látszik a kamerán, de itt az asztal előttünk tele van mindenféle oklevelekkel és díjakkal, amiről beszéljünk egy kicsit, és mutassuk meg ezeket a nézőknek. Én látok itt egy szakképzési díjat, német betűkkel, német felirattal. Miért kaptátok ezt, egy pár szót mesélj róla? Igen, ez a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a szakképzési díja, amit innovációs kategóriában kaptunk. Ez 2022 évről szól, amikor egy nagy projektünk volt, és ezzel a projekttel neveztünk erre a szakképzési díjra. Egyébként ezt a szakképzési díjat évente hirdetik meg, lehet évente versenyezni rá, és egy éves teljesítményt értékelnek benne. Ezzel a projekttel, ami a szakképzés, tehát a duális képzésünk és a fenntarthatóságnak a kapcsolata volt, ezt jelenítettük meg egy működő projekttel, és ezt is ismerte el a kamara ezzel a díjjal. Szuper, és ehhez kapcsolódik egy csodaszép, óvatosan fölemelni, hogy összetörjön, egy ilyen kézzel fogható díj is még. Igen, ugye? Igen. Nem tudom, mennyire látszódik itt a dobozból, de ez egy csodaszép csiszolt üveg, kristály díj, bocsánat, és ugye ugyanazok a feliratok vannak rajta lényegében, amit itt az oklevelen láttunk, tehát ez ehhez kapcsolni, és még nincs vége, hiszen nagyon eredményes, sikeres évet zártatok, hát még most fél évnél járunk, mert hogy van egy az év duális képzőhelye oklevél is itt. Laci, kérlek, mutasd be ehhez a kapcsolódóan is a díjat. Kérlek, és egy pár szót foglal össze, hogy ez... Ez pedig a Magyar Kamarának, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a díja, amit két kategóriában kisvállalat és nagyvállalat duális képzések számára hirdetnek meg, és ebben a díjban az erőfeszítéseink, együttműködésünk a kamarával, ugye, az szintén egy fontos szempont, ennek az elismerése jelenik meg ebben a díjban. No, hát köszönöm szépen, eredményes év volt, és többek között ez is adta az apropóját, hogy ma miért is veled beszélgetünk, miért is téged hívtunk meg. Én arra kérném Laci kollégámat, hogy egy picit vezest fel ezt a mai témánkat, hogy egyáltalán a tanulófoglalkoztatáshoz hogy kapcsolódik a minőségbiztosítás, minőségirányítás? Hát egy minőségirányítási rendszert kötelező vezetni a cégeknek, ugye ez egy jogszabályi előírás, és ez a nyilvántartásba vételnek az egyik feltétele. A cégek választhatnak, hogy kidolgoznak egy saját minőségirányítási rendszert, vagy az MKIK által kidolgozott kamarai szempontrendszert használják. Ezt a kamarai szempontrendszert egy kicsit jobban bemutatnám, ugye ez egy segéd anyaga cégeknek, ami azt jelenti, hogy mint egy szoftvernél dobozos termék, hogy leveszik a polcról, használják és működtetni tudnak egy saját, egy pici változtatásokat tudnak rajta eszközölni. A lényeg az, hogy az oktatással kapcsolatos folyamatot egy kontroll alá helyezik, tehát beépítsenek megfelelő ellenőrzési és visszakapolási pontokat. Ehhez ugye azt kell meghatározni, hogy a teljes folyamat szemület hassa a tevékenységet, legyen kidolgozva a képzésnek a rendszere, ehhez kapcsoljanak minőségi célokat, amiket szeretnének elérni. Ugye ebből látszik, hogy az egész folyamatot végig kell gondolni. Tehát ez abban is segít a cégeknek, hogy egy picit átérezzék ezt a folyamatot, és tudják azt, hogy mit szeretnének vele elérni. És később utána ezt visszatartolásban megkapják, hogy sikerült, vagy nem sikerült. Ami még fontos, hogy minden egyes ponthoz felelősöket kell hozzárendelni, meghatározni megfelelő mérési pontokat, hogy megvalósultak-e ezek a célok, illetve hogyan valósultak meg, és a legvégén ezt dokumentálni kell, és ezt a dokumentumokat őrizni kell. Ugye modern világban online, vagy papír alapon kell ezt véghez vinni. Hát akkor tulajdonképpen, hogy amikor valakinek nyilvántartásba vétetik, és nem rendelkezik addig, vagy nem rendelkezett korábban minőségirányítási rendszerrel, annak tulajdonképpen mi tudunk adni egy gyors megoldást,
amivel el tud indulni, és utána szépen ezt majd ugye a tapasztalati alapján bővíti, módosítja, kiegészíti, és még építi, és saját képére szabja. Pontosan. És aztán, igen? Ami még lehet így különbség a saját és a kamarai szempontrendszer között, hogy a saját az a nagyobb cégeknél elterjedt, ahol már alapból van egy minőségi követelményrendszer, és a dolgozókat is áthatja ez a minőségi kontroll. A kamszer az egy kisebb változata ennek, tehát olyan cégek, egy-két fős vállalkozások, vagy egyéni vállalkozásoknak ez tökéletesen alkalmas, hogy belépjenek ebbe a minőségirányításnak a folyamatába. És megtanulják aztán szépen. Igen. No, de hát egy nagy cégnél, ugye a Pestonál, hogy működik ez, hogy van az, vagy hogy jut el az ember arra a pontra, a cég arra a pontra, mi a motiváció, vagy honnan jön az ötlet, hogy erre egy ISO minősítés szülessen. Ugye nektek is, ha jól tudom, akkor volt egy saját minőségirányítási rendszeretek, amivel elkezdtetek dolgozni a tanulófoglalkoztatáshoz kapcsolódóan, de hol volt az a pont, és mi motivált benneteket arra, hogy az ISO felé nyissatok, és az ISO felé menjetek el? A kulcs szó a méret. Valóban egy nagy cég esetében érdemes ennek a minőségirányítási rendszernek a bevezetésével foglalkozni. Így, ahogy mondtad, a Festoi világcég 20 ezer alkalmazottal is nincs olyan kontinens, amelyiken ne lenne jelen egy gyártóegységgel, és talán nincs is olyan ország, ahol nincsen valamilyen szinten jelen a kereskedelmi tevékenységekben. Így az ISO 9000-es, pontosabban ISO 9001-es tanúsítványa, az a működési szempontjából elengedhetetlen. Tehát az egyik motiváció valóban az volt, hogy ha a vállalat, az anyavállalat, a bennünket magában foglaló szervezet rendelkezik ilyen minősítéssel, akkor illik nekünk is, mint a szervezet egyik tagjának. Ha ezt nem tettük volna, az egyetlen lenne, aki ebben nem venne részt, ezzel a minősítéssel rendelkezni. Azt hozzáteszem, hogy a vállalat azzal a ISO 9001-es minősítéssel, amivel rendelkezik, az nem terjed ki egyébként a duális képzésre, bár a duális képzés is a Feston belül globális tevékenység, tehát minden egyes gyáregység, amelyik a Földön létezik, Festo gyáregység, az rendelkezik duális képzéssel is. Tehát volt egy ilyen cégkulturális indítatásunk. A második az, amit el kell, hogy mondjam, hogy mi nem egyszerű duális képzőhely vagyunk, hanem ezt igazából a német kollégáink időnként kritikának is szokták számítani. Mi egy jól felszerelt iskola vagyunk, egy jól műszaki eszközökkel, jól ellátott iskola vagyunk. Ez részben igaz is, hasonló képzést folytatunk, mint a partneriskolák. Tehát egyszerűen megfogalmazva azt mondanám, hogy három szintű a képzésünk, az elmélet a partneriskola dolga, a tanműhelyeinkben, amelyek tényleg valóban a legjobb eszközökkel vannak felszerelve, ott folyik egy gyakorlatorientált elméleti képzés, és maguk a kompetencia, alapkompetenciákat kialakító gyakorlatok, és utána pedig lemennek a tanulók az üzembe és dolgoznak. No, tehát, hogyha valaki hasonló komplexitású, tehát egy ilyen komplex összetett tevékenységet végez a duális képzésben, annak érdemes minőségirányítási rendszerben gondolkodni a miért, mert rendszerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy a rendszeren belül vannak hőfolyamatok, a főfolyamatokon belül részfolyamatok, és az egészet, hogy átlásot tudjuk kezelni, biztosítsuk ennek a működését, ugye minőségi működését, erről akár majd beszéltünk is, hogy a duális képzés esetében mit értünk minőségi működés alatt, ehhez bizony egy rendszer kell. Az, hogy ezt mi tanúsítványal is elláttuk, tehát egy harmadik fél, jelen esetben a DNV nemzetközi tanúsító cég volt az, aki bennünket ISO 9001-2015 minősítésű címre tanúsított. Ez szükséges olyan szempontból, hogy ezzel igazoljuk a külvilág felé is, hogy amit mi magunkról állítunk, hogy minőségi képzést adunk, szakképzést adunk, az igaz is, és ez egy harmadik fél, megfelelő referenciával és tekintélyen rendelkező cég igazolja is. Ezen kialakult, ugye, hogy egy nemzetközi szintű tanúsítvánnyal rendelkeztek, tehát mindennek feleltek meg, amit bárhol elfogadnak. Így van. Nagyon fontos, hogy az ISO 9, az ISO minősítések, azok ugye mindig egy keretet jelentenek, egy módszertan. A tevékenységet,
amit az adott szervezeti egység végez, ugye azt a tartalmat azt ők töltik föl, de magának a követelményeknek, a módszertannak, az egésznek a felépítésének, a filozófiájának egységesnek kell lenni, és ez valóban nemzetközi standardeknek kell, hogy megfeleljen. És a korábbi minőségeljárási rendszerekhez képest az ISO minősítés megszerzése folyamán mivel egészítettétek ki a korábbi rendszert, vagy van volt olyan folyamat, ami ez alapján került le szabályozásra? Igen, az előbb is mondtam, a globális fesztónak, a nagy fesztónak az ISO 9000-es minősítésében, tanúsítványában nem szerepelt a duális képzés, és ez egy érdekes polémia vagy dilemma volt a cégen belül, hogy a nagy rendszernek legyen egy kiegészítő tanúsító eljárása, és akkor kerüljön bele az ISO 9000 egy nagy minősítésbe még, vagy pedig erre egy külön, mintha egy független cég lennénk, mint egy független egység lennénk, készítsük el az ISO 9001-es minősítést. Végül az lett a döntés, hogy külön, tehát az az ISO 9001-2015 tanúsítvány, amivel a budapesti Festo AMKFT duális képzése rendelkezik, ez teljesen független a Festo 9001-es, a nagy globális Festo 9001-es minősítésétől. Ennek két oka is van. Az egyik oka, hogy nagyon speciális a tevékenység, nagyon különleges a duális képzés szervezeti felépítése, tehát igazából a cégen belül, most nem mondok magamnak ellen, hogy létezik a globális duális képzés, de ilyen mélységbe nem avatkozik bele a dolgunkba. Tehát az, aki meg tudta volna ítélni, hogy a magyarországi viszonyok között egy gyáregységnek a duális képzése valóban ISO 9001-es szintű-e, na ez a kompetencia, ez a tudás nem állt rendelkezésre cégen belül. És azért azt mondták, hogy ez a speciális, ez a különleges tevékenység, ez készíts el a saját rendszerét, készíts el a saját folyamatait, ők értenek hozzá a legjobban, és nem volt könnyű egyébként megtalálni ezt a nemzetközi tanúsító céget, aki hajlandó volt, mert ők ugyanezt mondták, hogy ez annyira egzotikus és annyira különleges dolog, hogy erre őnekik is egy kihívás volt vállalkozni. Mennyi időt vett igénybe a felkészülés erre? Amikor megjelent a törvény, az új szakképzési törvény, akkor, és a kancer, mi olvastuk a kancert, tehát sőt a kancert már azelőtt megkaptuk a kamarátom, mielőtt a törvény megjelent volna is, hatályba lépett volna, és ezt kötelezővé tette volna. Mi már akkor lélekben készültünk, tehát mi már akkor gondolkoztunk rajta, hogy is legyen ez a minőségi követelmény teljesítve, és szinte azzal egy időben, hogy a törvény megjelent 2021 tavaszán, onnantól fogva indítottuk meg a felkészülést, másfél év volt, mire eljutottunk oda, hogy 2022. szeptemberében megtörtént a tanúsító eljárás. És ki lehet emelni olyan folyamatokat, amelyek ugye a minőségirányítási rendszerben vannak szabályozva. Van egy nagy könyvetek, amiben benne van, hogy akkor így szabályozik és úgy szabályozik az adott folyamatot, de ennek a mindennapi használata, hogy épül be egy szervezet életébe. Amiről te most beszélsz, ez inkább már a működési keretekről szól. A legfontosabb a filozófia. Tehát legyen egy tiszta gondolkodásunk, hogy mi milyen filozófiát vallunk magunkénak, amivel a mi duális képzésünket minőségévé tesszük. Ugye erre készítünk egy politikát, azt mondjuk, hogy ez a duális képzés minőségi politikája, és erre építjük fel az egész rendszer. Innentől fogva, tehát miután meghatároztuk azt, hogy mi milyen célokat, milyen módszereket, milyen eszközökkel, milyen erőforrásokkal akarunk elérni, akkor a következő lépés, hogy le kell írni a folyamatainkat. Tehát mi azelőtt is léteztük, át kell gondolni a folyamatokat, hogy amikor már átgondoljuk a folyamatokat, akkor már megkezdődik egy szervezés. Tehát akkor már megindul szinte egy fejlesztési folyamat, mert át kell gondolnunk, és ahogy a folyamatokat meghatározzuk, hogy ez a fő folyamat ettől eddig terjed, ezek a céljai, ezekből a részfolyamatokból épül fel, az már önmagában egy fejlesztési munkát, egy tisztulást hoz magával. De nekünk abban szabad kezünk van, hogy mi milyen fő folyamatokat állítunk fel. A mi esetünkben egyébként nagyon fontos, hogy aki ezen gondolkozik, hogy minőségirányítási rendszert akar a duális képzésre bevezetni, hogy ne bonyolítsa túl. Tehát tisztítsa le a dolgokat, igyekezzen a komplexitás csökkentésére, ne bonyolítsa túl, de legyen benne minden, ami az ő elképzelés, az ő filozófiája szerint majd minőségévé fogja tenni ezt a tevékenységet. Nálunk négy fő folyamat van. Az egyik a toborzás marketing, tanulói marketing,
A második maga a képzés, a képzési program, együttműködés a partneriskolákkal, a negyedik az Erasmus. Azt nem mondtam, hogy Magyarországon talán az egyetlen olyan gazdasági szervezet vagyunk, akik rendelkeznek 7 éves Erasmus akkreditációval, és ugye mi küldjük is ki a tanulóinkat külföldre gyakorlatra, és az ötödik pedig a termelési gyakorlat, tehát a mi belső gyártásunkban történő szakmai gyakorlatnak a hogyan jár, a folyamatait, a céljait, azt is mind leszabályozzuk. Tehát akkor a folyamatok előtt az legfontosabb, hogy a célokat meghatározzuk. Így van. Említettél most ugye 5 folyamatot. Négy folyamatot. Ugye az első volt a toborzás. Toborzás. Ehhez kapcsolódó cél tulajdonképpen, hogy minél több tanulót képezzetek. Tehát meghatározzátok a célt, szeretnénk több tanulót foglalkoztatni. Oké, ehhez képzült egy toborzási folyamat. Erasmus, szeretnénk részt venni Erasmus programban, ez volt a cél, és akkor szépen ezt is lebontottátok. Amikor kialakítottátok ezt a rendszert, akkor ez hogy kezdődött el, nagyjából hány ember dolgozott ezen? Nem szabad elfeledkezni a környezetről, hogy ez egy ipari környezet, ez egy gyár. Tehát itt mondhatnám azt, hogy itt mindenki szabályokban, standardekben, meghatározott keretekben él és gondolkozik és működik. Én saját magam korábban szintén gyári ember voltam, tehát én nem vagyok pedagógus, én mérnök vagyok, és korábban a gyáron belül más pozíciókat, más munkaköröket töltöttem be. Úgyhogy a rendszernek a fölépítésében oroszlán részt azt én vállaltam, mivel a kollégáim ők mérnök tanárok, ők elsősorban az oktatás területéről jöttek. Számukra ez is egy érdekes tapasztalat volt, hogy az oktatás világból érkező szakemberek számára mennyire idegen volt az ISO 9000, és mennyire tudták fölvenni, és mennyire tudtak azonosulni, és mennyire tudták fölvenni ennek a fordulatát. És ami nekünk nagyon nagy segítsége volt, hogy a gyárnak saját magának is van egy minőségbiztosítási szervezete. És a kollégák azt mondták, a hogyanban, a módszertanban, az egész ISO 9001 filozófiájában ott állnak mellettünk. Tehát ők nagyon sokat segítettek, de a szakmai tartalmon részt azt nekünk kell kidolgozni. Tehát akkor ugye visszakanyarodva a célok, a folyamatok, és amikor elkezditek használni, ugye akkor azt is meg kell határozni már előre a minőségirányítási rendszerben, hogy az egyes céloknak mik a siker kritériumai, hogyan teljesülnek. Így van. Tudsz erre példát mondani? Igen. Hogy akár például, mikor vagytok ti sikeresek, mikor mondják azt neked a főnökeit, hogy igen, igazgató úr, rendben van, jók vagyunk, jók a mutatószámok. Milyen mutatószámok? Mutatószámok meg vannak ebben konkrétan számszerűen határozva egy ilyen minőségirányítási rendszerben? Most kérdése válaszolok. A duális képzésnek kik az ügyfelei, kik a verői? Hát a tanulók. Ez egy jó válasz. Ez egy nagyon jó válasz. Ez egy nagyon jó válasz, de nem önmagából érthetődő. Tehát például egy komoly vita volt vállalaton belül, nem a duális képzés kis csapatában, hanem a vállalat környezetében, hogy igazából ki a vevő. A tanulók az első számú vevő, de azért ez nem így van. Ugyanígy vevőnek tekinthető például a társadalmunk. A vállalatunk, pontosabban elnézést, a fesztivál duális képzéssel, az egész képzés indításakor, az eszközök beruházásában kormánytámogatást kaptunk. Jelenleg a tanulók után ugye kapjuk a tanulói pénzügyi támogatást, és ez azt jelenti, hogy nekünk a társadalom is a vevőnk. Tehát amikor a céljainkat meghatározunk, akkor nekünk figyelembe kell venni, és így is történt. Kimondtuk, hogy olyan kompetens, versenyképes tudással rendelkező szakembereket akarunk előállítani, tudásokat állítunk elő nyilván, akik ezzel a képesítéssel könnyedén találnak maguknak munkát, és bármilyen elvárásnak eleget tudnak tenni ezen a szakterületen. Ugyanakkor, és ez egy nagyon érdekes dolog, nálunk nem csak a vállalat nagy, hanem én azt gondolom, hogy a tanulók, a képzés alatt álló létszáma is nagy. Ebben az évben 58 tanulóval fejeztük be a tanulót, 58 tanulóval. Ugye mi mechatronikai technikusokat képezünk, 58 mechatronikai technikusnak nem tudunk munkát adni, és szerintem Magyarországon kevés olyan vállalat van, amelyik erre ilyen igényel rendelkezni, hogy évről évre ilyen mennyiség tanult vegyen föl, tehát adódik a feladat,
hogy a társadalomnak is képezünk, és ez így is volt, a tanulóink nagy része. Nagy része végzés után, vagy tovább tanult, vagy más vállalatoknál helyezkedett el. Tehát mind így gyakorlatilag a társadalmat, mint vevőt is ki kell, hogy szolgáljuk. Eleget kell tenni az elvárásra. Ez azt jelenti, hogy akkor bizonyos fokig után követnének a tanulókat. Természetesen. Így van. Hát a minőség irányítási rendszer egyik nagyon-nagyon fontos eleme a folyamatos ellenőrzés, mérés, és ezek nem öncélúak, hanem, és ez az IDO rendszernek az egyik fő célja, az állandó, a szüntelen fejlődés. Tehát az, hogy van egy működési keret, van egy szigorú szabályrendszer, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy ez a rendszer lemerevedik, hogy ez nem egy álló felvétel, hanem ez az egész azt szolgálja, hogy egy szilárd alapot biztosítson a fejlődésnek. Most egy egyszerű példával akarnék élni, hogy a legkonzervatívabb társadalmak, a leginnovatívabbak, nézzük meg Japán, amelyik a társadalmi szokásai és a nép kultúrájában, hogy mennyire konzervatív társadalom, ugyanakkor mennyire innovatív, vagy ilyenek a koreaiak, vagy akár mondhatnám a kínaiakat, vagy mondhatnám a briteket is, hogy a britek is egy borzasztó konzervatív társadalom, ugyanakkor rendkívül innovatív, ugyanez érvényes mi nálunk is, tehát a szabályrendszer, hogy ne káoszban fulladjon a fejlesztés, ahhoz szükségesek a szabály, ahhoz szükségesek a szigorú működési feltételek. A méréseknél tudnál mondani valamilyen példát, hogy miket mértek? Igen, rendszer, többféle mérésünk van, de minden olyan mérés, amit végzünk, annak utána valamilyen fejlesztési célt kell szolgálnia. Tehát nem először mérünk, ugye az új jelszó így szól, hogy nem big datára van szükség, hanem smart datára van szükség, tehát ne csak gyűjtögessük az információt, hanem célirányosan, fókuszáltan olyan adatokat gyűjtsünk, amikkel utána tudunk is kezdeni valamit. Nos, tehát először meghatározzuk, hogy mi a fejlesztési cél, és ahhoz mérten kezdünk el mérni. A tanulói elégedettség mindenféleképp jó, mert az első számú vevőnk, hogyha ő az, aki először jelzi azt, hogy a módszertanunkban, a leadott tananyagban, bármiben nincs megelégedve, természetesen most nem ilyen megelégedettségre gondolunk, mert hiszen a te a módszertan szerint oktatunk, tehát tudás, kompetencia, attitűd és felelősségvállalás, tehát ugye a négy dimenzióban dolgozunk, tehát hogyha nekünk ütközésünk van egy tanulóval, volt rá példa, mint tudom én késett, vagy nehezen vette föl azokat a szabályokat, hogy szünetek vannak, és a műhelyben nem dohányzunk, nem étkezünk, nem fogyasztunk semmiféle italt, tehát, vagy az például, hogy munkaruhában jönnek be, vagy például az, hogy nálunk vágáskártyával van leszabályozva, hogy ki hova léphet le, ezt nehezen fogadják el. Nos, nem ilyen megelégedettséget mérünk, hanem azt a megelégedettséget, hogy ő maga hogy ítéli meg, hogy fejlődök, nem fejlődök. Amikor kimennek területre és dolgoznak, a mentoroktól, akik a termelésben foglalkoznak velük, ugye őtőlük kapunk visszajelzést, ők jelzik nekünk, hogy vannak felkészítve a tanulók. Mielőtt elmondjuk, hogy a tanulókat hogy készítettük föl, mit tanítottunk nekik, milyen alapkompetenciákat alakítottunk ki, a mentor visszajelzi nekünk, hogy hát jó munkát végeztünk, vagy nem jó munkát. Akkor ugye nálunk a termelésben folyamatos a fejlesztés, újabb és újabb technológiák jelennek meg. Már amit 2 éve tanítottunk, az már ebben az évben lehet, hogy elavult. Ezt honnan fogjuk tudni meg? Honnan fogjuk megtudni? Szintén a környezeti visszajelzésekből, tehát ezekből a megelégedettségi jelzésekből mutatják, hogy itt már új követelmények jelentek meg, például a prediktív karbantartás, ahol már a gépnek különböző tulajdonságait távméréssel mérik, hogy ezek pár évetet még nem voltak, hogy akkor most megjelentek, és elvárja tőlünk a termelés, hogy a mechatronikai technikus tanulóink ezeket tudják kezelni. Tehát akkor ezekre is most már fel kell őket készíteni. A robotizáció. 2 évvel ezelőtt nem volt téma. Most már szinte alapkövetelmény az automata gyártósorunk, ami 1 évvel ezelőtt indult, 24 robot dolgozik benne, ott 5 mechatronikai technikust várnak. Tehát ezek a visszajelzések adnak számunkra útmutatást, hogy milyen irányba fejleszünk. Ezt nagyon szépen elmondod a folyamatot, hogy a minőségirányításnak ez a lényeg, hogy mindenhol van egy kontrollgond, és hogyha a mérés eltérést tapasztal, akkor ezt egy helyesbítő tevékenységgel tudjuk korrigálni. Hiszen ez nem hiba, ezt csak meg másfele szeretnénk egy kicsit, és ott avatkozunk be, ahol pont fontos. Hát ez... Akkor fontos a partneriskola visszajelzése, ugye? Hogy ők hogy látják a dolgot. És például az ilyen visszajelzésekből ki kell mondani, nagy munka, komoly munka, például évente kell a képzési programokat átdolgozni.
És ezekben mind elsősorban a visszajelzések, amelyek számunkra útmutatók. Egyébként milyen gyakoriak, milyen gyakori méréseket alkalmaztok, tanulók elégedettséget havonta méritek? Milyen formában? Igen, hát ez is egy fejlesztés volt, hogy korábban papíralapon mentek a dolgok, az ugye föl kellett dolgozni, nem elég mérni, azt ki is kell értékelni, és azokból a fejlesztési szükséges döntéseket meg kell hozni. Most már azt digitalizáltuk. Ehhez viszont a tanulóknak rendelkezni kell mindenkinek céges laptoppal, és az MS Forms-ot használjuk, azon készítünk el kérdőjöveket, a kérdéseinket is, ugye azokat is fejlesztjük, mert mindig más dolgokat kell rákérdezni. Ezt 3 havonta végezzük el. Ugyanakkor van mozgóbérben prémium, úgy hívjuk, hogy személyes eredményhez kötött célkitűzés, ami alapján havi prémiumokat fizetünk, és a havi prémiumok kiértékelésekor, amivel általában 6-7 faktor van, azok mind-mind menet közben adnak egy visszajelzést a tanulónak, illetve a tanuló is visszajelez nekünk, hogy egy célkitűzés nem tud teljesíteni, de az, ami a megelégedettségéről szól, az 3 havonta van. Az iskolában pedig évente egyszer. Azt gondolom, nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg, hogyha össze kéne foglalnod röviden, vagy röviden egyban oda meghatározni, hogy miért jó egy cégnek, hogy elindul a minőség, egy minőségirányítási rendszer kidolgozásának az útján, akkor mi lenne az? Tehát a fejlődés, fejlesztés az nagyon-nagyon fontos. Ez olyan, mint egy lakásban egy tükör, tehát meg tudom nézni magamat, hogy milyen jól nézek ki. Ez ugyanígy van a tevékenységgel, amit végzünk. Ahogy mondtam, a komplexitás kezelése is alkalmas, tehát hogyha nagyobb létszámban dolgozunk, kiterjedtebb a tevékenység, nagyon szépen rendezi a dolgokat, hogy ne fulladjon az egész egy káoszba. Hogyha erős az együttműködés társszervezetekkel, ugye mi esetünkben mivel gyárban vagyunk, ezért a termeléssel, a karbantartással, a fejlesztéssel, a minőségügyel, ezekkel van egy együttműködés. Őnekik van egy szabályrendszerük, és mint a vegyészetben, ugye a vegyértékek, a kémiai kötések, tudunk egymáshoz kapcsolódni, tehát meg tudjuk érteni egymásnak a szabályait, illetve mint rá tudunk így kapcsolódni az ő szabályaikra. Az egész minőségirányítási rendszer egy szervezeti kultúrát jelent, és érdekes módon ez a szervezeti kultúra megjelenik a tanulókban is. Tehát nem csak mi, akik a duális képzésnek a dolgozói vagyunk, hanem a tanulók is, akik a mi esetünkben általában 2 évig vannak együtt, mert mi közismereti tárgyak nélküli szakképzést folytatunk, tehát érettség utáni 2 éves, azokban is nagyon szépen megjelenik ez a kultúra, és amikor elhagyják a képzésünket, akkor szépen látjuk rajtuk, hogy ők már igazi ipari emberek. Hát akkor a fejlődés egyik záloga. Igen. A minőségirányítási rendszer. Nem tudom, Laci, neked van-e még, amit hozzáfűznél? Még így a cégek részére egy fontos információ, ugye, hogy a nyilvántartásba vétel feltétele a minőségirányítási rendszer, és körülbelül 2 évente számíthat minden cég egy felülvizsgálatra, hogy ellenőrzik, hogy minden rendben működik-e, és ennek része a minőségirányítási rendszer ellenőrzése is. És akinek ISO rendszert működtet, minden bizonnyal nem lesz gondja ezen a nemzethatósági ellenőrzésen. Igen. Hiszen saját magát útközben felülvizsgálja, pontosabban ugye külső szakértő segítségével. Mi egyébként a FESZCO-ban nagyon szívesen állunk rendelkezésre más duális képzőhelyek kérdéseinek megválaszolására, hogy akár, hogyha valaki úgy érzi, hogy ezen az úton el akar indulni, és egy benchmarkingra van szüksége, egy jó gyakorlatra, nagyon szívesen megmutatjuk neki, és nagyon szívesen adunk támogatást. Én örülök, hogy ezt felhoztad. Gondolkoztam itt magamban, mert ugye korábban már beszélgettünk, és mi folytatjuk még a beszélgetést itt a kamera zárása után is, hogy ti szívesen mutatjátok be a példát más képzőhelyeknek. Úgyhogy szerintem mi ezt valahogy megpróbáljuk megszervezni, ezt a lehetőséget, megbeszéljük, hogy milyen formában, és akkor lehet, hogy fel közé tesszük ezt a lehetőséget a duális partnereink számára, és lehet, hogy egy kis csoporttal egyszer csak megjelenünk nálatok, persze előbb bejelentve. Jó? Ahogy mondtam, mi a társadalomban is gondolkodunk. Köszönöm szépen mindkettőtöknek a mai beszélgetést, remélem, hogy hasznosak voltunk, minden jót, kellemes nyarat kívánok mindenkinek, viszontlátásra!